Üdvözlünk mindenkit, szép napot kívánunk! Ez a Régió Reklám weboldalán az Utonálló Plus 21. adása. Vendégem nem más, mint ifjabb Érdi Tibor, alias Kisérdi, aki annó még a kocka zsivgával verette, szépen lassan lépegedett a társadalmi ranglétrán, hála Istennek édesapja segítette, sőt az egész család, azt kell, hogy mondjam, hogy egy rally fanatikus őrült brigád, de Tibi a 2016-os szezonban is, mint az elmúlt 5 esztendőben már külföldön versenyzik. Miért? Miért is? Hát gyakorlatilag... Kicsit össze... Kanyarodjunk vissza egy kicsit 6 évvel ezelőttre, amikor eltörölték itt a VRC-ket, akkor mi úgy döntöttünk, hogy ebbe a 2SN-es világban nem csöppenünk. De édes 2SN-es, remélem mindenki értette. 2SN-es, igen? És úgy döntöttünk, hogy ezt mi nem vállaljuk föl, mert van akinek lehet, van akinek nem lehet. Gondolom mi a nem lehetnek... tartoztunk volna, nem lehet be. Nem lehet, hogy az apád miatt valami nem szeret? Nem akarok belemenni, nem is érdekel. Régi motoros, szeretjük, imádjuk, csípjük, szevaszol. És mentünk 4 szép évet a Rally VB-n, majd valamilyen kihívás kellett, és akkor az EB-t választottuk, hogy több versenyel, esetleg egy eredménycentrikusabb évet tudjunk magunknak, és hát ez be is jött, mert a tavalyi évünk az a kategória EB harmadikok lettünk. Na, úgyhogy királyság. Eredményünk is lett külföldön. A tavalyi évünk az egy kicsit gyengébben sikerült, negyedikek lettünk a kategóriába, de továbbra is szeretnénk igazából külföldön versenyezni, mert még mindig megvan a rally hangulata és a segítőkészsége egymásnak az emberek felől felé. Úgyhogy nem az van, mint itthon. Más a hozzáállás. És még érzem azt, hogy szeretem csinálni, és várom azt, hogy verseny legyen. Az itthoni az már egy kicsit más. És pont például a szilveszterrel indöbben rá az ember, igen, hogy elmúlt az a fajta zsigás éra, amiben mi még hála Istennek egyébként tegyük hozzá, hogy benne voltunk, és megélhettük a rallinak kvázi a fénykorát. Igen, én hálás vagyok a sorsnak, hogy még mehettem VRC-vel, tehát ez sokan... Azt hittem, azt mondod Zsiguliba. Zsigulit is nagyon szerettem. Ne felejtsd el gyökereidet! Igen, nagyon szerettem zsigulizni, és jól is ment. És szerény is vagyok. Bajnok lettem vele. De jó napot kívánok, igen, de meg valamiből építkezni kellett. Tehát én is azt hiszem, hogy a trabantozás megalapozta azt a fajta vezetéstechnikai tudást, amit utána tudsz kamatoztatni. Én azt gondolom, hogy aki a szocialista autókon megtanult gyorsan menni, az... Vagy legalábbis össze tudta szedni a balhékat. Igen, tehát azokat még vezetni kellett. Igen. És nem volt aktív nem, hajtás. Nem, kellett a reakció. Igen, ott ez volt az aktív hajtás. Meg hogy hogyan kuplungolod ki. Igen, ezek a mai új autók azért becsapnak milyen. Tehát, átvernek. Hát alattomosak. Tehát lehet vele gyorsan menni, aztán gyorsan van baj is. És nagyon-nagyon tudsz esni, írtam. Gyorsan. Lehet baj csinálni. A szilveszteren ugye egy 9-essel mentetek, míg ugye az EB szereplés egy Evo 10-essel zajlik. Igen, az Evo 10-es ami a familiájé. De szép. Ez a mi autónk. A mi kis klánunk. Jó? A Familia Kft. Igen? Úgyhogy... De Hollandiában csinálják. De ezt az autót ezt nem itthon csináltatjuk, mert nem akarom mindig bántani. Oké, mert kint kell. Igen, tehát kint, ugye nálunk nem terjedt el a 10-es, és a szaktudás a hollandoknak a Evo 10-essel kapcsolatban nagyobb, mint az itthoni rallis berkeknek. Úgyhogy ezt választottuk, és bejött, mert nyertem EB futamot ezzel az autóval. Tavaly ugyanattól az cégtől készítette föl a belga bajnokét, ahol nyertem versenyt, és a belga bajnok jött oda hozzám, hogy gratulálok, nagy gyors vagy. Ugyanolyan autóval. Jó napot kívánunk. Van, mekkora a különbség? Ugye nem véletlen, hogy nem terjedt el a 10-es valamilyen szinten, ugye kevesebb csintalanságot lehet vele csinálni, gondolom én, mint laikus, trabantos vagy fontos elsőkerekes. A 10-es és a 9-es között a differenciát az hogyan lehet összegezni? Ég és föld. Igen? Gyakorlatilag a 10-es egy picit nehezebb. Igen, ezt tudjuk. De sokkal nyugodtabb és sokkal stabilabb. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy motorerőben is van egy kis plusz a 10-esnek. Tehát
összességében vezethetőségére a frankó kocsiknak szerintem a 10-es jobb. Tehát elég sok 9-est vezettem, de most ebbe a 10-esbe azt érzem, nem tudom mitől, és nem tudom megfogalmazni se, most mivel ez olyan saját érzetem van, és... Kisimultam? Kisim, tehát beleülök, és az enyém, és jól érzem magam benne. Míg most beleülök, azóta ültem két bérautóba is, mert voltunk egyszer Cipruson, ahol nem vittük el a saját autónkat Murvára, illetve volt ez a Szilveszter Rally. Másabb. Beleültem, és nem érzem azt, amit most a 10-esbe... Nem mondom, hogy megszoktam, mert mentem vele 3 vagy 4 verseny, de mégis beleülök, és olyan sokkal egyszerűbbnek érzem vezetni, mint egy 9-es. Kint a létjogosultsága nagyobb a 10-esnek? Nyilván, tehát a tavalyi évet eltéve, ahol egy magyar kollega lett a bajnok az EB sorozatban. Mondjuk nyugodtan már, hogy kell botkodudu. Nagyon gratulálok neki, ügyes volt, de... Rajta kívül, hogyha az éveket visszamenőleg nézem, Evo 10-esek nyertek. VB-n is, EB-n is. Ez mindent elárul. Tehát ebben az irányba kell mennünk. Mi lesz az idei szezonban az első futam, és hogyan néz ki az idei esztendő, hány versenyt tudtok abszolválni? 5 versenyt terveztünk, ebből az első a Kanári-szigetek lesz. Valahol indulni kell, nem? Valahol menni kell. És megy az egész klám? Persze. De egyébként menni kell. De hogy össze van fűzve egyébként tényleg, és legyél hálás a sorsnak, hogy egy ilyen rally családban vagy, mert azért tegyük hozzá, hogy ugye a Faternak a versenyzői pályafutása is azért ugye nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Csemetéjét utána elkezdte pártfogolni és segíteni. Gondolom, hogy voltak nagy viták, voltak nézeteltérések, de most már Fater a rally legenden való induláson kívül azért inkább fiacskája a versenyzését, pártfogója és segíti. Volt két év párhuzamos versenyzésünk, hát ott voltak keverek-kavarok, még jó, hogy fiatal voltam. és bírtam. Mostanában nem biztos, hogy család mellett lehetne. De Fater, tiszteljük, becsüljük, és ne felejtsük el, hogy Ennes Mazdával nyert abszolútat, mert csak az ő van 98-ban talán? Nem, még előbb. Előbb 96? 6. 6 körül. Nem, akkor is, nem. De, 95, valami úgy, igen. De, hogy, még 96-97-ben ment Dás Mazdával, és akkor az... Igen, mert az a Mácion Szofrida. Igen. De mikre emlékszem? Nem is tudom, nem veszem előbb ezeket, úristen. A józanság nagy dolog, csak szok. Úgyhogy megyünk Kanári-szigeten rá 3 hétre, most ez egy kicsit még lobog, mert a Kanári-szigetekről Írországba hogy fog odaérni az autó, azt még nem látom. Igen, itt van, a másik ott. A legegyszerűbb lenne hajóval. Fölküldeni. Persze, csak azt még nem... Logisztikáztánk. Logisztika még itt folyik erősen, amit a sógorom Mészáros Péter. A régi DJ egyébként pedig ő is ment a Mikulással, és hát ne tegyük hozzá, hogy a húgott férjét. Beházasodott a fanvérben. Okos volt. Jó döntés az ott. Família Kft. Úgyhogy tényleg családon belül marad nagyjából úgy minden. Viszont most így nincs hátverés, meg nincs lehúzás. Tehát ez azért jó. Pepe segít ebbe a logisztikába. Le a kalappal előtte, mert... Egyébként lelkes, hozzá kell tennem, úgyhogy... Igen. És egyébként jó DJ volt még annó 93-ban is, amikor azért komolyan sikondan, úristen, milyen burikat csináltak, de mindegy, de ne felejtsük el, hogy honnan jöttünk, ott voltunk. Szóval a két aszfalt után van egy kis szünetünk, körülbelül másfél hónap, és akkor megyünk Belgiumba, ahol a harmadik alkalommal fogunk visszatérni. Ugye tavaly nyertünk, hát jó lenne idén is megnyerni. És utána gyakorlatilag aszfaltversenyeket választottam, mert nekem közelebb áll hozzám egy kicsit az aszfalt, meg hát aszfalt nemzedék vagyunk, tehát azt be kell látni, hogy van egy darab múlva versenyünk egy évben. Vagy talán kettő, hogyha belehúzunk a szombathelyet. Ugyanott van. Vagy mondjuk igen, Veszprém, meg szombathelyet, ez a kettő lehet, de... Igen, tehát nem finnek vagyunk, hogy bevásárolni is a múlva megyünk. Hát sok kerekes autóval megyünk a tejér. Szóval valamilyen, nem tudom megmagyarázni az érzést, de Murván is gyors vagyok, de az nem olyan biztos. Úgyhogy aszfaltokat választottam, a következő... Visszacsücsensz ide közénk, ugye? Tehát a Bulgár és Zsorsz vagyok, aszfalton is jól megyek, a belgát is megnyerem. Na, csücs meg vissza. Az első versenyt megnyertem
majdnem ebéd, az az Akropolis Rally volt. De király lehet Görögország. Nagyon király volt, megnyertem a versenyt. Utolsó gyorsan beírták az időmet a beíróba, és 50 méter múlva kifordult a kerék. És nem értél be a célba? Tehát magyarul onnantól kezdve az nincs értékelve. Tehát... Nem hivatalosan, megnyertem én. Csak 6 óra múlva, amikor hivatalos lett, akkor kiestem. Akkor nem. Na azt, én... azt senkinek. Ez hasonló, mint amikor rajtban nem tudsz elrajtani, és ugye önerőből kell elmenni az autónak, ha nem tudsz kimenni, akkor visz lehet vége az egésznek. Tehát szörnyű dolgok, ezért technikai sport, és ezért van benne nagyon sok ismeretlen ebben az egyenletben, de hát bízunk benne, hogy ezt az idei esztendőre összerakjátok, én mi egy emberként szurkolunk nektek, én bízom benne, Tibi, hogy a jövő végén is ide visszatérsz hozzánk, és az utolsó pluszban beszámolsz a 16-os eredményekről, tehát versenyt nyerni kell. Mindenféleképpen, tehát eljutottunk oda, hogy eredmény kell. Ennyi. Csodálatos végszó. Találkozunk jövő héten szombaton, itt a Régió Reklám weboldalán, az utolsó pluszban, hogy kivel? Haha! Úgy csinálom el! Sziasztok! Béke!